Engedjétek meg, hogy bemutassuk a Schloss Eggenberg söreit. Egy kis restanciám van a Schloss Eggenberggel kapcsolatban, nem először kaptam. Schloss Eggenberget, ez is azok közé tartozott, amelyik szerintem többször is elpárolgott, de ez például, amikor erős láger kerül szóba, akkor mindig eszembe jut, hogy hú, hát a Schloss Eggenberg 23%-os? 23 plató. Nem, az a plató. 9 egész. Mondom, 23 plató. Nem, az a plató. 9 nem egész. Mondtam, hogy nem. Kérlek, pörgessétek most vissza, vágjátok ki azt a lehetet, és küldjétek el Robinak, jó? Köszi. Ez nálam egy etalon, de lehet, hogy majd a Rekete herótozni fogja. Az Eggenberg kastély Grazban van, és valamikor a 1600-as évek elején vette egy... Eggerrel kevertem össze. Ugye, nem az Eggerbír, hanem azoktól a Schloss Eggenberg. Azoktól kaptam ajánlatot... Mire? Bérfőzésre. Hogy főz Eggerbírt? Hát, hogy így lehetett, már gondolkoztunk azon még így a 16-17-ben, amikor meg tudom nézni, hogy pontosan mikor egyébként leveleztem a csávóval, megmondom neked, ez, most előszedtem ezt a levelezést. Igen. És azért leveleztünk vele, mert arról volt szó, hogy akkor nem tudott senki igazából normális áron lágert főzni, igazából most sem tudunk, mert ugye ez csak egy nagyon nagy mennyiségnél éri meg igazán, és akkor van, és 2017. március 28. És elhajtottad. Nem, mi kerestük meg őket, hogy mi van, de a 60.000 palack volt a minimum rendelés, mert az egy főzet náluk fél literesből, tehát 30.000 literes. És mondtad, hogy viszont adsz egy telefonszámot a Dreyernél? Nem. Viszont jól ismered Lados Petit a Soproninál. Úgyhogy igen, tehát a lényeg az az, hogy de ez nem az Egger, úgyhogy igazából, hanem az Eggenberg. Igen, szóval az Eggenberg kastély Grazban található, akkor vette Balthazar Eggenberg, generáció, négy nagy és torony, Steyerország. És nára ugye, nagyon fontos kérdés, miért nem lehetett nála a baltája? Balthazar? Nem, mert le volt zárva. De miért? Miért volt elzárva tőle a baltája? Igen, ez volt a kérdés. Hát ezt ne is kérdezzék. A négy tornya a négy őselemet. De és jelen, azt még egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy tudtak egy hegyet rárakni egy tojásra? Eggenberg. Zoltán, minden egyes alkalom, amikor ezt a szarpoint elsütöd, mert kapni fogsz egy Budweiser-t, amit meg kell innod nagy nyilvánosságot. Szóval... A Schloss Eggenberg, még mindig várjuk Steyerország legjelentősebb. Egy horvátországi nyaralást, egy tálca. Steyerország legjelentősebb bajor. Barokk kastélya, azonban a Schloss Eggenberg sörfőzde nem ott van, hanem azt hiszem egy Forkdorf nevű faluban. Eggenberg. Hát, a macska elvitte a papírt, amire fölírtam a tájegységet, ahol van, sokkal nyugatabbra van, tehát ez egy tök másik Eggenberg. Gráznál sokkal nyugatabbra? Igen. Jó, Grác az mondjuk délen van, erős, igen. Köszönöm. Jó, utána. Magellán kisasszony. Iktattam a megjegyzésedet, és most kérlek, a Radler. Szerettem volna Robinak a sörnyitóját promózni, de ezzel... Sajnos nem tehetek. Viszont nincs benne semmilyen üzenet. Wow, azt a mindenit. Kumló? Nem, nagyon sok citrom, és mivel hozzá én vagy szokva... valami kumló. Nem, hozzá vagy szokva ahhoz, hogy citra. Ez limonáde. Ez Naturtrüßung limonáde. Trüb. Jó. Az egy B betű. Gut gemacht. Hasonlít messziről, részegen, hasonlít egy csapezeszre, jó, de... Okay. Akkor Naturtrüb. Most Szlovéniában, amit ittam, mikor a Bevognál voltunk, és utána kajáltunk egy helyen, és az Uniónnak volt valami láger, ezt az valami grépfrutos láger. Radler, nem láger, Radler. Radler, az. Hát ez középszerű. Hát édes, de amúgy inném. Mármint, hogyha így. Na hát ennek például alacsony alkoholtartalomban mennyivel több értelme van, mint a Bud Light-nak, nem? Vagy igen. A Coors Light-nak. Igen. A Coors Light-nak. Igen. És kiavítja a jót, tudod, hogy azért mégis neki legyen igaza. Várjál! Utóízben
megjelenik valami varacskos élesztőség. Ez hány százalék? 2,4. Ja? És az Union Lager is valami 2 körül volt, és... Radler. Megint lágert mondom. Nézzétek vissza, és küldjétek el Robinak. Szóval 50% friss Gebrauten Eggenberg Classic Merzen plusz limonáden 50% erfrischene Zitronen limonáden mit natürlichem Zitronensaft. Egyébként én ezt adom, tehát hogy nekem ezzel... Nekem sok a citróna, az Unioné szerintem finomabb volt. Hozzám, küldjétek el komiban az Union Radlerét. És most? Hopfenkönig! Averja! Mein Herr Lehrerin! És akárhányszor elsütöd ezt a szar Herr Lehrerines poént, kapni fogsz, és meg kell innod egy Bud Light-ot. Ez egy friss komló sör lesz szerinted? Nem tudom. Egy Grünhopfen bír lesz szerintem? Nem hiszem egyébként, mert hogy... De a Hopfen Kőnig? Hopfen aus den Mühlviertel. A Malom negyedből? Igen. Braugest aus Nieder- und Oberösterreich. Hát osztrák Árpából készült. Igen, és Hopfen aus den Mühlviertel. Hát, tehát maximálisan ez egy terroir sör. Na, egyébként most, hogy mennyivel van több illata a Light-nál. A Bud Light-nál? Vagy mondjuk a Coors Light-nál. Azért van, de nem sokkal. És ez is nagyjából csak egy ilyen kis fémeskés hangulatot hoz. Mennyi hányszer? 5,5,1. Hát egyébként az ötös... Kóstold meg, kóstold meg. De egyébként kurva jó lesz, biztos hogy benne. Nem mondom, de kóstold meg. Jó, hát ennek sem ízom. Meg keserűség. Van benne keserűség. Van. Megkéred a kezem? Csak neked így. Megkéred a kezem, hogy milyen kéz. Az 5-1-et én nem érzem. Nem. 4,5, de dicséret. És aromát se érzek a komlóba. Tehát keserűséget igen, aromát nem nagyon. Én ezt egyébként élném, tehát az ilyen osztrák, ilyen típusú, ilyen ivós sörök, azok általában kicsit édesebbek, és picit ilyen. Ez nem édes. Igen, ez inkább hát száraz és kesernyés. Tehát inkább ilyen pilszes vonalat hoz, csak ugye száraz, nem pedig édes és keserű. Én már kicsit reszketek, hogy mikor mehetek végre motorozni Ausztriába, és akkor becsekkolok valami panzióba, és akkor már nézem este az étlapot, és nézem, egyből a sörökkel kezdem hátul, és hogy jaj, legyen valami, amit ismerek. Hát a Stiegel. A Stiegelök iszonyatosan jó. Én a Stiegelöket imádom. Te vagy a böfögés Steven Tyler, te technikailag annyira jó. Az meg volt Steven Tyler 75 éves? És most az Aerosmith búcsú turnét lengeted be, hogy hát igen, ma valamikor már abba most kell szegni. Most már abba kell Steven Tyler 75 20 éve voltam és szar volt. Akkor már tök öreg a lánya is. Hát, igen. Úgyhogy inkább Steve Tyler. Mi is öregek vagyunk. Tyler-re jönni rossz, ja, hát. Ez azt jelenti. Fuck. Szedjék szóval érdekes. Érdekes a Hopfen König, hogy nem kúrva. Feinherb elegant. Feinherb und elegant, ezt mondják. Itt van, nézd. Igen, de én úgy képzelem, hogy megküldték Magnummal és csá, tehát nem érzem az aromát. Nem, a Magnumnak nem ilyen a keserűsége. Igen? Igen, az egy ilyen, az ettől azért ostobább keserűség. Nem az, hogy az alfasabb? Teoretikusan de hogyha elszívsz két különböző ganzsát, másképp állsz be tőle. Egy haverom, aki ismert valakit, aki majdnem kipróbálta, ő mesélte. Hogy? Hogy mind a kettőben THC van, de másképp tépsz be tőle. És egy Purple Haze-től és nem egy... Nem tudom. Vissza kéne menjek Colorado, hogy eszembe jussanak ezek a dolgok, mert törvénytisztelő állampolgár vagyok, és amikor kilépek az államból, akkor én nem tudok ezekről. Nos. A Classic Marzen, ebben van bekeverve a Naturtrüb. Na most, hogyha rendes Naturtrüb. Ha rendes tesztelő lenne, itt lenne a Citronensaft, bassz meg, és keverhetnénk, és hasonlítgathatnánk. Fasz. Sajnos tegnap este megittem a citromot. Volt egy citromunk esküszöm. Tegnap este sajnos megittem. Trüsz. Jó van, már megtanulom, igényem. Na,
Marzen, klasszik, Schloss Engelberg, engedj be. Ja, várj, itt van ám a Trüsz. Ez volt a Trüsz. Ja. Trüb. Ja. Oh, mein Gott. Hát, ugye, hogy az osztrák Merzen, az más. Azt én élem. Ja, abszolút más. Hogy sokkal világosabb, semmi. Nem egy rezes Judit. Hülyére van szűrve. Ó, ez jó azért. Mármint illatra megy előre. Kivágom, ne aggódj. Nem baj. Biztos baromira zavar. Hát, rájönnél, hogy ez Merzen? Hát, attól függ, ha tudom, hogy Ausztriában vagyok, akkor igen. Miből? Hát abból, hogy nem olyan, mint egy Merzen. Kicsit édeskés. Igen, édeskésem. De... édeskésem, tök jól csúszik. Itt-e már a ilyen urbokkot? Nem. Húzva. De azt hiszem, igen. Te mutattad, veled ittuk. Itt, igen? Nem, mert nem csináltam róla videót. Hát akkor megittem, csak úgy kerestem a videót, csak úgy megittuk. Az lehet? Hát volt már nem lehet, hogy elromlott a kamerám, és azt mondta, Zoltán, nem baj. Nem, szerintem olyan régen, az viszonylag az elején volt a romantikus párkapcsolatunknak, és akkor még nem voltál akkor a sztár, hogy csak kamer előtt így el. Hintettelek azzal. Bocsánat. Merzen. Merzen. Vajon az osztrákok is a... Miért Neun, Merzen? Nem mondtam el a legérdekesebb dolgot az Anheuser-Buschról. Azt elfelejtettem, hogy úgy növesztették a gyárat St. Louisban, ez még a, egy korábbi videó... Kettővel ezelőtt. Korábbi videó, a véletlenül azóta, és itt van hetek óta ez a doboz. Azóta, én meg pont azóta, ugyanebb a ruhába jöttem meg. Hogy St. Louisban van egy csomó barlang. Szeretnél egy Winkler inget? Hát most, hogy megláttam, hogy sör oda van írva a izében, már kevésbé. Addig előtte nagyon tetszett. Az nem kell oda, szerintem. De amúgy kurva jó. Szóval, hogy St. Louisban, ahová Eberhard Anheuser, Baltazar Busch, Adolfus Busch és Eberhard, tehát volt egy csomó barlang, és hogy a müncheni stílót nyomták, hiszen az Oktoberfest, ugye a barlang, iszod a barlangból, beiszod a barlangba, igen. Március, izé, hogy ott ugyanazzal a német módszerrel csinálta. Hát nem, semmi, csak hogy milyen érdekes visszagondolva erre a American Budweiserre, hogy ők egyszerre két fantasztikus sörkultúra imidzsét lakják le, a németet és a csehet. Nem? És hogy úgy indult, hogy a német módszerrel, a müncheni, a bajor, klasszikus, barlangi, lágerelés módszerrel csinálták. Malt likör 14%, azzal még várunk egy kicsit. Na, és hogy a Schloss Eggenberg... Vir extra forte 14%. Akkor tulajdonképpen az urbók lesz a laza. A laza 9-6-os urbókkal. Zoltán, ne csináljunk, mint ha már minősíthetetlenre. Itt ott volna magad, várja, kérlek, Zoltán. Kérlek. Elenged. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Elenged. És a vasárlarcos férfi. Uram, kérlek, köszönöm, hogy kiszabadítottak. És én mindenki... ne csináljak úgy, mint a vállalhatatlan részegen. És mindenki iszonyodott tőle, tudod, mert a vasárlarcba itt berohadt a szakálla. Szóval? Szóval, hogy? Mert a Schloss Eggenberg csinál olyan speciális szériákat, mint ez a... Segítsen? Sami Klaus, amit csak évente egyszer főznek. Ez nem, de ez nekem akkora kedvencem, hogy bárki, aki Ausztriába megy, ez az, amiért én jót állok, de hogy vajon Zoltán jót áll érte, ezt hamarosan megtudhatják. Maradjanak velünk a reklám után is. És most meglátjuk, hogy mennyire intelligens az algoritmus. Szeretnél egy sörnyitót promózni, Zoltán? Szeretném elmondani, hogy egyébként ezt a csodálatos mágneses sörnyitót megvásárolhatjátok. Most nincs nálam kés. Winkler Robert webshopjában. Előnye az az, hogyha béna vagy... Kicsit vasas lenne, mert tudod, a vérnek olyan vasas íze van, és mikor beletörcsön. Előnye az, hogy ha szar vagy, le tudod törni vele a sörnek a nyakát. A másik előnye az, hogy le tudod venni, és rögtön magára szopkodja föl a kupakot, és az előnye, hogy sokat kell Robertnak görnyednie a hegesztő hajlítópadon. Én egy rekettyés pohárba kérem, amit meg lehet venni rekettye Zoltán bepáruházában, a rekettye.com-on. Jaj, nagyon jó! Mi a tevesobod? Winkler? Winkler.hu
Na, Zoltán. Igen, adsz még egy parát? Nekem adhatsz van Beer Baby-t. Tessék. Ez sörös, baszom. Ó, oh, nem, ez nem sörös. De, lehet. Nézzél bele. Szagold bele. Ez mi? Ez a Radler volt benne. Igen? De hát ebben van a Radler. Az a tiéd. Oh, mi van veled? Mi van a Romival? Majd légy szíves, írjátok meg komiba, hogy írjátok meg komiba, hogy melyikből kóstoltam a Radlert, a Szent Andrásiból-e, vagy nem. Na. Szóval egy urbok. Egy urbok. Te nem urbokkozol. Urbokkozoltál? Nem. Nem, ugye? Nem, nekem ez mindig, ezek mindig azért emlékeztetnek ezek a belga dolgokra, ez a túlságosan sok maradék cukor édesség, de ennek egyébként viszonylag friss és kellemes illata van. Nem, nekem nem, de nem, nekem sör, sör fantasztikus, de én ezt nem szeretem, ezt a stílust. Tessék. És egy elmis vágásunkkel bevágom a pekingi olimpia megnyitójából a tűzijátékot. Na mutasd egyébként az én porom, hogy gyűjti. Ezek az aszalgyümölcsös. Hát, szagadnak, hogy mennyiben más az illata ebből? A te poharat sokkal jobban gyűjtél. Nem az a lényeg, most ez tök megy ki, de... Ebben kevés van. Igen. Hát már. Ezt megismerem. Na jó, hagyd el. Zoltán, most pokoli kínok között feliratozom Vásziával a beszélgetésemet, és ő azt mondta, hogy hát igen, hogy ő úgy gondolta, hogy ha csinál valaki egy sörfőzdét, az már nem egy homebrew, tehát el is kell adnod, de azért alapvetően az ember olyanokat akar főzni, amit szeret. Így van. És te azért nem főzöl ilyet, mert nem szereted, vagy mert eladhatatlan, és hadd küzdjön bele Sami a Hoptopnál, hogy ő a dekokciós láger mániákusa és az Eisboknak, és akkor azt mondod, hogy átengeded neki azt a szopást, ami azzal jár, hogy egy ilyet a magyar fogyasztónak eladni. Ez meg sem fordult a fejemben. Mármint az, hogy bokkot főzzek. Ergo az, hogy a Sami mit szopik ezzel, az sem. Tehát, hogy nekem nem. Nekem ez édes, nekem ez túl édes, geil, keserű közben. Igen, igen. Olyan, mint az unikum. Ezért utálom az unikumot. Az unikum, az nem édes, az csak keserű. Faszt, az kurva édes. Igen. Kóstold majd meg egyszer. Én rühellem az unikumot. Én is. És pontosan azért, mert és még most is itt a nyelvem két oldalán, ott ül egy nem, ilyen... ez nagyon finom. Két oldalán. Ilyen. Józsi? Értem, amit mond. Egy de? Szerinted? Hát nem hagyom itt. Nem, egy kurva jó sör, tehát kurva jó megvan csinálva, ez nem kérdés. Egyáltalán. Egyáltalán nem kérdés, ez egy dupla boknak zseniális. Csak én nem szeretem ezt a sörtípust. Tehát, hogy tudod mi ez? Ezt elmondom, hogy ez mi. Ez ugyanolyan, mint amikor a füstös söröket csinálják, meg mindenhol Németországban, ami német földről. Ugyanis volt nekik a Reinheitsgebotjuk. A macskajacuki arcot vágjuk. Az üvöltözésed. Na, szóval az a lényeg, hogy a németeknél ugye a Reinheitsgebot kivette azt, hogy addíciókat tegyenek bele. És ezért nem tudtak mondjuk gyümölcsös söröket sem, mint a belgák, vagy ilyen olyan nem olyan, hanem azzal kellett, azzal a nagyon szigorú három összetevővel kellett operáljanak. És ezért ebben a kategória tartományban kellett kitologatni a potmétereket mindenfelé. És akkor, ez az egyik vége. Így van. És akkor az meg a másik, hogy hát nem tehetünk bele más csak árpamátát, de senki nem mondta, hogy nem baszhatjuk fel a sonka mellé az árpát füstölődni egy darabig. De az nem azért volt, ez ilyen volt nem, a technológia. Nem, kurvára nem. Az azért volt. De ezt honnan tudod? Mert nem ezt írják a Schlenker a honlapján. Igen, nyilván nem ezt írják. De nem csak a Schlenker csinál. Tehát, hogyha elmész Frankóniába, ami ugye Nürnberg, meg München környéke, ott kurva sok kicsi főzde csinál füstös söröket. De nem azért. Nem neked ajánlgattam. Tudom, hogy... Az én poharamban van. Milyen te poharadban? Ja? Rá van írva? Ráírtad, hogy rekedje? Balansz. Édes, keserű, és középen ott van ez a... Igen, igen. Van egy kis technokolás illata. Well, yes, but actually no. Tehát, hogy így... Jó. Na. Akkor várj, van a két különleges főzet. Nyilván ez a vége. Ne, az a vége. Nem, de ez laza. Ne. 14%.
Laza! Ennek biztos, hogy a világos a 14%-osat iszuk először. Castle Brewing Eckenberg. Malt Liquor. Extra Strong Beer. Birre Extra Forte. Tanere Ümünd. Na mindegy, nem beszélek franciául, ez hamar kiderül. Ja, mert hogy ez várja, ez Quebec, ez front, ezt Kanadába exportálják ezt látod? A sört. Ahhoz képest a Schloss Eggenberg Brauereinek nincsen. Brewed only once a year on the 6th of December, Sammy Klaus, ugye a Sammy Klaus a Mikulás, 6. december 6, is aged 10 months before bottling. Serve with hearty dishes and desserts, in particular with chocolates or as an after diner drink by itself. És hogyha nem tudtatok a webshopon megfelelő sörnyitót vásárolni, akkor csak házasodjatok meg, és lesz egy sörnyitótok mindig veletek. Szép a felszálló ág, na. Láger? Láger ez is, nem? Nem tudom. Ugye, nem tudom. Nem tudom. Hát mondjuk azt, hogy gondolom. Hát parabebli. Ja, és természetesen... Azt mondja, ingredients, water, barley, malt, hop, hop. Szóval nézegetem én ennek a honlapját, ennek a Eckenbergnek. A yeast rá sincs az megírva. És hogy náluk sincs nagy vízkémia, mert ott van a sehr gutes Trinkwasser. Fasszert mondtam? Trinkwasser? Azt mondtad. De már ki sem javítalak, mert már automatikusan küldik egyébként a hibáidat vissza kivágó. Ennek nagyon jó illata van. Mi a sör típus? Extra sárg bír. És hány százalék? 14. Na ez fasza. Édes. Ez jó. De ebben ez balanszban van, bazd meg. Nem, itt nincs keserű. A másikban balansz. A másik volt balansz. Sokkal édesebb, és egészen másképp, mint az előző. De nincs semmi keserűség nincs benne. Józsi nem bírja. Ugye, hogy ez egy nyalóka, ez simán nettó édes. Most ahhoz képest, hogy te nem szereted az édest, furcsa. Ez magyarázatra szorul. Tehát megbízom éles látásodban, csak magyarázd el. Hogy értékeljék az író elvtársak? Bokbír. Erre is azt mondjuk bokbír. Akkor láger. Igen. Egy szirup. Ehhez mi képes a durvok? Egyébként... Ez az, ami az a köptető? Tudom, megmondom, válaszom. Abban nekem hiányzik a test. Tehát ez csak simán keserű és édes, és nincsen teste. És ezáltal az egésznek nincs valamire, amire rá lenne ültetve ez a sok minden íz. Ennek viszont hatalmas teste van ennek a sörnek. És miért nincs ennek, és miért van ennek? Azért, mert valószínűleg ebben le van erjedve a cukor, alkohollá, ebben viszont a magas, ebben nincs minden cukor leerjesztve. De ez is édes. Várja. De az, akkor sincs benne test. Az, hogy valami édes, meg hogy valami telített, az két különböző dolog, érted? És ebben ez például nagyon nagy, ez hatalmas ez a sör, ez mindenhol ott van a szádban. Ismerhette még édes, igen, valóban, tényleg, kurva édes. De hogy... És nem de, keserű. Nem keserű, viszont nem kéne nagyon, kis keserűség? Nagyon, nem, mert nagyon-nagyon tiszta íz profilt hagy a szádban, iszonyatosan lecseng az egész, pontosan kijön a lágerségnek ez a nagyon, nagyon jellegtelen utózengéje, ami tulajdonképpen olyan, mintha én nagyon tiszta vizet innál, azt a flash-t hagyja a szádban. Igen, de a tényleg, ami szinte tényleg csak H2O, semmi más. Ezt én inkább úgy iszom, mint egy... Ez inkább egy ilyen barley wine, csak lágerélesztővel, és inkább úgy iszom, mint mondjuk egy portóit. Ahol ami amúgy nem iszom édes bort, de mondjuk egy jó tokai aszút, meg egy jó portóit, meg egy jó madeirát, azt megiszom, mert az viszont kurva jó. Csokis vanília fagyihoz ajánlják. Desserts, vaníliés und dunkere sokoráde. Igen, ez egy keserű csokihoz például. Na ez például egy jó 90% fölötti keserű csokihoz biztos, hogy nagyon brutálul megy. Az se ízlene egyébként annyira, de így... És képtelen lennék belőle megint egy üveggel, ez is tény. Kizárt, igen. Tehát, hogy ez olyan, ezért mondtam a portóit vagy a madeirát, mert vagy akár a tokait, mert
Ugye abban is, az is iszonyatosan édes, de a jó tokaiban, meg ezekben a többiben van egy sav, van egy savtest, ami, mert az édes igazából, az édes és a keserű az nem jó igazából. Tehát egy, a só, együtt? Nem igen, jó. Tehát a só meg a, az édes meg a só jó, az édes meg a savanyú jó, a keserű meg az, a, az tehát ezek ellen az édes oldalon. Keserű nem jó? Én azt szerintem az mindig ilyen kicsit ilyen izzadságszagú, tehát hogy az nem egy harmonikus balanszot alkot szerintem. Tehát a kínaiak nem véletlenül nyomják az édes savanyút? Ja, abszolút, abszolút. Nem véletlenül bemész a kínai büfébe, nem kapsz édes keserű csirkét. Meg amúgy nem is nagyon találsz ilyen párosítást a gasztronómiában, akárhova nézel. Tehát a keserű íz, az mondjuk, az mindig a savval párosul. De... Tehát mondjuk a grapefruitban van keserű, meg van sav. Az keserű savanyú, igen. De van egy kis édesség. Van egy kis édesség, de nem, a két domináló íz az nem az édes és a keserű. Ebben az urbokban, vagy ebben a 23 platós urbokban, ebben az édes és a keserű dominál. Ebben pedig az édes dominál egy csomó minden más olyan dologgal, ami harmóniát hoz ebbe a dologba, és most kóstoljuk meg ezt a... De a sörnek nem az volna a lényege, nem az volna a nagy büdös balansz, hogy a maláta édessége a komló keserűségével? De az egyrészt így van, de például akkor most fölteszem neked a trükkös kérdést, mi a pH-ja a sörnek, az tök átlagos, nem egy savanyú sör. Mi a naturális pH? Kezdjünk onnan. Az ember? Igen, tehát mi az emberi bőr pH? Mi a 0.5? Nem, a nulla, amitől... 7. Így van. Tehát 7 a alatt savas, igen. 7 fölött lugos. A sörnek a pH-ja... Ugye, inkább savas. Igen, és meg fogsz lepődni, ilyen 4-2 nagyjából. A Drehernek, vagy a Budweisernek, vagy egy ilyen átlagos lágernek, vagy egy ipának. Ilyen 4-2 és 4-5 között van. Hozok legközelebb egy pH-mérőt, és megmérhetjük a pH-ját a sörnek. Akartam, tudod, csak... Csak a stábod... Az nem volt. Jó, és azt hittem, hogy a stábod nem engedélyezte. A stábon föltartották ott. Night! Szóval, hogy az, és a savanyú sörök, azok meg ilyen 3-2-3-5, a botikával a bíbopos hülyeségek, amiket most csinálunk, azok ilyen 3-1-3 körüli pH-n vannak, és mi a legsavasabb ital, amit mindannyian ittunk ebben a szobában? A legsavasabb ital? A sugar lipsze a szilárdnak. Nem? A lab nem volt annyira savanyú. Nem, ne gondolkozzatok, nem csak sörről beszélünk. Vala, amit életedben a legsavasabb dolog, amit valaha ittál. Citrom. Azt nem iszod. A citromlé az izé. Nem. Effektíve egy kitöltött történni pohárba, és meg tudod inni. És a nézőknek is ez a legsavasabb dolog, amit valaha ittál. A nézők is tudod, biztos vagyok benne. Egyik se volt a kusavat, szerinted? Biztos vagyok benne. Nincs az, amelyik reggelire a műzik. A Coca-Cola az ilyen 2,5 alatt van a pH-ja. És azt kell tudni, és ezt most majd valaki, aki jobban ért hozzá a komiban, majd megírja, hogy hülye vagyok amúgy, mert pontosan nem tudom, de az a lényeg, hogy a pH-skála, az egy logaritmikus skála. Tehát nem egy... De ez a logaritmikus. Igen, tehát hogy az a lényeg, hogy a... Nem, úgy értem, az egy parabola volt, amit felrajzoltál. Zoltán. De a parabola egy logaritmikus. Igen? Nem tudom, én nem értek hozzá, ezt már megmondtam. A lényeg az az... Még olyanokról, amihez nem értünk. A lényeg az az. Te, szerintem az űrhajó, amikor megy... Az benne a jó ebbe a mágneses dologba, hogy odarakhatod a Robi fejére a kupakot, és... Mégsem jó ötlet. Nos, Zoltán, mit szólnál ehhez a Sammy Klaus Schwarzhoz? 2022-es, rajta van az évjárat, és rajta van a Mikulás feje a kupakon. Amit a mágnessel le tudsz venni. Ja, nem kell úgy töcsön, mert ugye nem... Ez nem annyira jó, mint az a remek Penny Market-es Stout. Várj, hány százalék? 14 ez is. 14 ez is. Ugyanaz, sötétebb, jóval sötétebb. Sötétebb. Festőmaláta. Damn! Lássuk erre, mit írnak, megmerem kockáztatni, ez is egyébként jó lesz. The newest addition to the Sammy Klaus lineup is a Schwarzbier, also brewed on the 6th of December and aged for 10 months. Ugyanaz,
Schwarzbier means Black Guinness. A legjobb, nézzétek meg ennek a Schloss Eggenberg Brauereinek a honlapját, és van egy rész, ahol tudod, ez a poénkodás, van egy kis komplexusod, hogy ú, egy régi főzde vagy, egy osztrák főzde vagy. Nem ugyanaz. Még édesebb. Nem. De. Nem. Na ez például nem annyi... Várjál. Nehogy már. Szóval van egy rész, ahol... Ne, amikor... Bocsánat, ez már ez savasabb egy picit a festőmaláták miatt. Igen, igazad van, de másképp. Másképp. És egyébként ez keserűbb egyébként, mint a másik. Tehát ez, ebben van egy picike keserűség. A Schwarz? Igen. Mikor? Igen, értem. Mind a kettő nagyon geil. Mind a kettőhöz ilyen, tudod, ilyen... Én továbbra is tartom ezt az úrbokkot. Én a szatkostam vissza most. Nem érzek semmit ezek után. Az az igazság. Mm. És tényleg elzsibbadtam. Elzsibbadt a nyelvem. Oh. Tehát akkor... Ha Ausztriába mentek, ott is tudtok olyan six-packet vásárolni, amivel meg tudjátok semmisíteni önmagatokat. És nagyon szép 2,7-14%-ig tartó íves parabólát tudtak leírni. Ezeket a söröket évente egyszer főzik. Talán nem véletlenül. Biztos, hogy könnyű eladni. Főleg, hogy 2022-es az egyik. Ez az meg ez 1681-es.